Tartsatok tehát bűnbánatot, és térjetek meg, hogy eltöröltessenek a ti bűneitek, hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés ideje, és elküldje Jézust, akit Messiás úr rendelt nektek. Ezeket a szavakat Péter apostol mondta a csodálkozó tömegnek, akik megdöbbenve látták, hogy meggyógyult a sánta koldus. A csodának az volt az üzenete, hogy Jézus mégis él, feltámadott és munkálkodik. A feltámadott Krisztus megtérésre hív mindenkit apostolai által. A jó vallásos embereket is, a hóhérokat is, a főpapokat is, azokat is, akik azt kiáltották, feszítsd meg őt. Jézus mindenkit hív, téged is. A megtérés egyrészt bűnbánat, másrészt Krisztushoz való odafordulás, melyet a kegyelem munkál bennünk, és minden megtérés azért jöhet létre, mert az Úr kijelentette magát. Akkor teljes a megtérésem, ha nem csak bűnbánatot tartok, hanem oda is fordulok a megfeszített és feltámadott Krisztushoz, és életközösségem lesz vele.